Hát hatalmas mély tisztelettel üdvözlök mindenkit ebben az újabb videóban. Itt vagyunk egyébként Pilis állomáson. Az a úristen, egy halbi vezérlő volt a City végén. Az olyan nagyon kell, pláne úgy, hogy nem is tudja vezérelni a mozdonyát. Na mindegy, ezzel most ne foglalkozzunk, ne terelődjön el a téma. Nagyon jó kedvem van, mert a tegnapi Inácsi videó nagyon feldobta a kedvemet. Nézzétek meg, egyébként egy szovjet iparvágányt jártunk be, illetve annak maradványait, és tulajdonképpen én még soha az életben nem láttam. Német 1938-as sinek voltak, úristen, egy szovjet iparvágányon, ami egy lőszerraktárhoz meg laktanyához vezetett, szóval elég brutál a történet. Én 4 éve szálltam le utoljára itt Pilisen, de mielőtt elkezdjük a mai témánkat, mindenképpen szeretnélek megkérni titeket, hogy hát mostanában az algoritmus nem az én nagy barátom, ezért dobjatok egy hatalmas lájkot erre a videóra, és itt mielőtt tovább megyek, jön egy flört, baromi izgalmas, méghozzá csapolva. Még azt mondom, 3-as flört lenne, még fel is venném, és ha még piros lenne, fel is venném, de már nem piros és nem csatolt, mármint, hogy 3-as csatolt. A Debreceni Interrégió. Egyébként, amikor szólóba kiadják a Debreceni Interrégiót így hétköznap, akkor így utaztatnám rajta azokat, akik egyébként nagy hype-al mondják, hogy ez milyen jó. Sokan visszasírják egyébként a fecskés időszakok, mert akkor legalább el lehetett férni kultúráltan, még hogyha a fecskekocsi senkinek nem a hatalmas nagy barátja, nem egy ilyen hatalmas nagy gimmick. Szóval a lényeg, hogy ez itt egy védőcsonka, majd láthatjátok is. Szerintem legalábbis ez csak védőcsonkaként jött létre, vagy valamikor rakodási célzata is lehetett. Itt van egy iparvágány, és azért érdekes szerintem itt a Cegléd nyugati közötti állomások iparvágányaihoz képest ez érdekesebb, mert ez tényleg keresztül megy itt a településnek a... Hát, hogy is vagyunk most? Arra mi van? Nyugat? Hogy vagyunk? Igen, a nyugati oldalán a településnek, mert ugye Pilis állomás pont megfelezi a vasút, ami tök jó egyébként, mert így viszonylag jó szolgáltatást tud nyújtani, és rengeteg utas is van itt természetesen Pilisen. Szóval a lényeg, hogy az iparvágányunk nem ez csak egy csonka, ami egy földkúpban végződik, az iparvágányunk ott az, ami hát már egy majdnem 10 éves feljegyzés alapján is akkor 15 évvel ezelőtt volt utoljára használva, hát most már egyébként szerintem az van 25 évve is, ha nem több, és a lényeg, hogy egyébként 4 évvel ezelőtt készítettem erről egy videót, és azóta is azért van egy minimális változás egyébként az iparvágány életébe, de ezekről majd a későbbiekben. Menjünk és járjuk be! Egyébként itt mellettünk ugye láthatjátok a csonkát, ami a földkúpban végződik. Érdekessége talán az, hogy kéziállítású váltó van hozzá, amit most hát nem filmeztem le, de annyira nem izgalmas szerintem. Bár olyan szempontból izgalmas, hogy azért itt a felújított 100-as vonalon izgalmas. Hát Pilis állomásról mit lehet tudni? Egyébként az, hogy rengeteg az utasa, jó helyen van, és hát nyilván aminek már semmiféle nyoma nincsen, mind a két végpontban volt valamikor őrház. Egyébként hogy mondják, ez tekerős sorompó volt, mert mind a két végén az állomásnak van utátjáró, de hát ez nyilván nagyon régen, meg nyilván nagyon régen alakjelzős állomás volt, de hát most ezt majdnem minden állomásról el lehet mondani egyébként, hogyha visszamegyünk a történelmébe, szóval ezekről most annyira szerintem nem fontos, vagy nem érdemes beszélni. Itt láthatjátok egyébként most már az iparvágányunkat, amin egészen nyugodtan sétálgathatunk, hiszen ezen semmiféle forgalom nincs, és nem is lesz. Sajnos, vagy nem sajnos. Én mindig egyébként elcsodálkozom azon, hogy valamikor a magyar ipar az mennyire nagy igényt tartotta arra, hogy ahol van vasút a településhez közel, vagy van egy állomás, ott a környező cégek tulajdonképpen kihasználták ennek a lehetőségét, és vasúton fuvaroztak. Ennek ma már nemhogy töredéke, hát most már alig találunk valahol olyan iparvágányt, amit még tényleg kiszolgálnak. Tehát ahhoz képest, ami valamikor volt, egészen elképesztő. Hát csak Budapesten hány iparvágányt tudok, amit tényleg kihasználnak. Angyalföldön, Hároson, de hát ritkán. Nem is tudom. Ja, hát igen, Rákoson a gyógyszergyár.
Hát, látjátok, hogy hogy kell keresgélni? Pedig rengeteg iparvágányt tudnék mondani. Ugye papíron egyébként a Kőbánya Kispesthez közeli Pesszentlőrincről is van a hőerőmű iparvágánya, ami papíron egy létező iparvágány. Én azonban, amióta videózok, nem tudtam videózni ott semmit, és szerintem azóta nem is ment ott semmi, de lehet, csak nem tudok róla. Jó, hát Ferihegyet persze, hát ez egy nagyon fontos iparvágány, ugye, a reptérnek, és ott filmeztem is egyébként már vonatot. Általában éjszaka szokott menni, hogy a forgalmat ne zavarja. Egyébként, ha valamit tudhatunk az iparvágányról, akkor az az, hogy 1997-ben még biztosan használták, hiszen akkor nem tették volna le ezt a 1997-es Diósgyőri, és azért az se semmi, hogy egy iparvágányon 54 kiló sim van. Tehát ez nem egy rossz pálya, és betonaljas, azt hiszem végig, de majd ezt látni fogjuk egyébként. Ahogy mondtam, egyébként, hú, de utálom ezt a szót, mert állandóan használom. Egyébként, akkor használjuk újra, 2019-ben, amikor én itt jártam utoljára, és amikor én utoljára leszálltam itt, akkor egy érdekes dolog volt számomra, hogy, vagy hát nem, akkor nem volt érdekes, inkább most érdekes dolog, hogy azóta kikerült a keresztbe tett betonaj, valamint a vörös tárcsa. Ez azért érdekes, mert akkor nem volt, pedig már akkor sem használták ezt a vágányt semmire se. És nem tudom, hogy tehát értetek, arra lennék kíváncsi ilyenkor, hogy hogyan jutott valakinek eszébe, hogy van egy vágány, amit 20x éve nem használunk. Bár igen, tehát hogyha 97-es itt a sín szál, akkor az azt jelenti, hogy talán 97-98-ban még biztos, meg 99-ben talán még, tehát hogy alsó hangon is mondjuk azt, hogy valószínűleg olyan 2005 környékén már nem használták, és onnan lehet tudni, hogy a vasútállomások.hu-n ott már az van írva, hogy 15 éve nem használták, és az nem ma íródott, tehát hogy azért ez egy elég régi történet. Alsó hangon, ha most visszatekintünk, szerintem egy 20 éves történetről beszélünk. Tehát, hogy jutott eszébe bárkinek, hogy ú, basszus, ott van az az iparvágány, és már mióta nem használjuk, és nincs kitéve a vörös tárcsa rá, meg a keresztbe tett betonaj, hogy tegyük már ki, és akkor úgy kijött két munkás, és azt mondta, hogy jó, de minek? Tudom, hogy kötelező, csak hogy ha addig nem volt fontos, akkor mitől lett hirtelen fontos? Erre lennék kíváncsi. A vörös tárcsa után egyébként, ugye ott is van a sínszálnak a vége, amit az előbb még néztünk. Következő sínszálunk már csak 1995-ös, de szintén 54 kilós. És hát itt van az első útátjárónk, ami András keresztel van fedezve. Nyilván, amikor itt még bármi nemű kiszolgálás volt, és majd beszélni fogunk, hogy miket szolgált ki, akkor a kiszolgáló személyzet fedezte az útátjárót, hiszen egy ilyen útátjáróra nem is tesznek fénysorompot, és egyébként nagyon ritka azon iparvágánya, amit fénysorompóval fedeznek ahhoz. Tényleg nagyon olyan útátjárónak kell lennie, amit úgymond muszáj. Hirtelen talán az isaszegi jut eszembe, amit ugye a felújítás kapcsán igényeltek is, hogy bekössék vagy hát visszakössék az állomásba. De most ne vesszünk el ebbe. Úgyhogy el is mondom nektek, hogy akkor mit és miket szolgált ki ez a vágány. Egyébként érdekes, hogy ahogy itt már elindultunk, itt azért már talpfás történet van, talpfaszeg. Hát, amin olvassa le a halál, hogy ez mi a szám, 72 talán. No, hát először egy fűrésztelepre fog behaladni a vágány. Nem, bocsánat, először egy volt sertés hízlaldába fog beszaladni a vágány, és aztán a fűrésztelepre, valamint a végén egy polgárvédelmi raktárbázisra. Azt hittem, hogy ez egy szelvénykő, de nem. Tényleg, nincsenek szelvénykövek. Hát ugye a tegnapi videó után az Inárcsi, tényleg ajánlom nektek, meg írjátok meg, ha tudtok arról bármit, mert az borzasztó izgalmas volt, ugye, hogy mennyire furcsán volt szelvényezve, tehát teljesen értelmezhetetlen szelvénykövek voltak. Majd nézzünk természetesen, itt már szerintem ezek már nem 90-es évekbeli sínszálak, de majd megnézzük, ahol megtudjuk, ahol látjuk, majd figyelem. És hát azt is látom, hogy itt az emberek már jócskán tudják, hogy itt nem fog semmiféle vasúti szerelvény elhaladni, hiszen parkolónak használják itt velünk szembe. És a következő útátjáron ettől függetlenül az András keresztes fedezés az megvan, hiszen az kötelező.
Hát igen, ez igazából most már így, hogy ki van zárva forgalomból, tulajdonképpen hivatalosan is, és egyébként ezért is jöttem le, mert az, hogy ott van a vörös kereszt és a keresztbe állított betonaj, az azt jelenti, hogy ez már teljes mértékben ki van zárva a forgalomból, és talán azt is jelenti, hogy hivatalosan ez megszűnt. És azért érdekes kérdés az, hogyha mondjuk itt lesz egyszer egy útfelújítás, bár elég jó minőségű a két részen az út, csak ugye a vágány helyén nem. Szóval, hogy lehetséges, hogy akkor ezt már itt szanálhatják, és a folytonosság az megszűnik. Sőt, hát ahogy az inárcsit, ami relatíve teljesen értelmezhetetlen, hogy hogyan és miért jutott eszükbe egyszer, hogy kimenjenek és a sínszálakat onnan eltakarítsák, mert ugye láthattuk, hogy a betonaljak megvannak, úgy simán lehet, hogy egyszer itt is ez meg fog történni, és a sínszálak eltűnnek, vagy akár teljes mértékben eltűnik a pálya, mint ahogy például itt. Húha, erre nem emlékszem, de szerintem, ja nem, megvan az, csak nagyon belepte már a dzsindzsa. És akkor itt lesz rögtön az első pont, ahol majd ugye nem tudjuk folytonosan követni a vágányt, hisz behalad a volt sertés hízvaldába, legalábbis ez a hivatalos infóm. Aztán mondom, egy fűrésztelep és egy polgárvédelmi raktárbázis. Nem emlékszem pontosan, hogyan lehet követni a vágányt, de mindenképpen meg fogjuk nézni, ahol kihalad innen a területről. Hát például itt, most nem tudom, hogy ennyire rá hordódott a történet, vagy nincs meg konkrétan a vágány. Húha! Hát szerintem megvan, mert ahogy itt taposom a füvet, érzem a sínszálat alatta. Egyszerűen csak már annyira rég használták, hogy ráhordódott a föld, meg minden. Itt a következő útátjáró, szintén az András keresztekkel fedezve. És mindjárt eljutunk a kapuhoz, és akkor nyilván innen tovább nem tudunk majd menni. Bár egyébként, ha jól emlékszem, van kontaktom ide, és egyszer volt is arról szó, hogy ide beengednek, de az valahogy így hanvába halt ez a lehetőség. Mert érdekelne bent is, hogy mi a helyzet, nem csak így, hogy a kapun keresztül lesünk be, de belesünk. No, hát igen, ott a váltó, és itt már egy kicsit komplexebb a kérdés, szétágazik az iparvágány, de hát kerítéssel is le van zárva, nézzétek meg. És igen, közben visszajöttek az emlékek, meg is néztem a saját videómat erről, hogy itt nem fogjuk tudni már folytonosan követni, hiszen a területek úgy vannak, hogy tulajdonképpen így egybe vannak nőve, tehát így végighalad a területeken, tehát a fűrésztelep, a sertéshízlalda, a polgárvédelmi raktárbázis, ezek között már nincsen közút, amin tudjuk a vágányt követni, viszont egy ilyen szép ívben a polgárvédelmi raktárbázisnak a területe az úgy van kialakítva, hogy egy oldalról be tudunk lesni oda. Most ki fogok oda sétálni, nem volt este tervbe, mármint, hogy nem emlékeztem, de mindegy, megoldjuk. És akkor onnan meglessük. Neked hihetetlen az, hogy tényleg mennyire komplex ipari kiszolgálások voltak, akár csak itt Pilisen. És hogy ma már mennyire nincs erre igény, ez olyan szomorú. Most képzeljétek el, ezek mind működnének, hát csak azt videóznám minden nap, hogy kiszolgálásokkal, iparvágányokon. Én ugye imádom ezeket. Hát rohadt jó lenne. De nincs már így. Na, kisétálok. No, hát ide kell kijönni, most már Pilist el is hagytuk konkrétan, ott a tábla, ahol Pilis kezdődik. Ide kell kijönni ahhoz, hogy a vágánynak a végét lásd, és már csak a kerítés maradt, de ott van bent, és nem tudok tovább sem menni, mert itt ilyen, nem tudom, milyen árok ez itt. Itt a vége a vágánynak. Körülbelül egy olyan másfél kilométer lehet, úgy minden cakkumpak bele véve. Nem hosszú, de iparvágányi szinten már a hosszabbakhoz csatolható, vagy hosszabbakhoz tartozik. Na most én itt direkt beütöttem
hogy Pilis vasútállomás, és hogy tervezzen nekem utat a GPS. Már nem azért, mert nem tudom, hol van, mert pontosan tudom, hogy hol van, hogy kell menni, mert csak egyenesen mentem volna itt a főúton. De tervezett nekem egy ilyen dűlőutas történetet. Reméljük, hogy nem szívott halára, mint tegnap egyébként az Inácsi videóba. Mert ha viszont tényleg itt el lehet menni a dűlőúton az állomás felé, az azt jelenti, hogy ezt a dűlőutat, ami még most nem tűnik dűlőúton, de majd mindjárt látjátok, hogy az, akkor ez keresztezi a vágány. Tehát akkor van mégiscsak egy olyan szakasz, ahol elválik a területeken, vagy területek elválnak egymástól, ezt akartam kihozni. Úgyhogy remélem, hogy ez így is van, és hogy valóban eljutunk az állomásra ezen, mert ha nem, akkor lekéstem a vonatot. Jó, van óránként, tudom, de most nem szívesen szobroznék Pilisen, tök feleslegesen akkor már, úgyhogy megnézzük. Nagyon kíváncsi vagyok, mert erre még én sem jártam, tehát abban a videóban ezt én itt észre se vettem, hogy ez a dűlői út létezik. Láthatjátok, hogy már kezd az út minősége változni, de ennél még rosszabb lesz, már én látom. Ti még, légy titeket még megnyugtatlak, ti még ne nézzétek meg. Hát, bocsánat a szélzaért, tehát itt vagyunk a pusztán. Itt van a vágány, csak nem látjuk. De én látom egyébként, fú, de idegesítő, erről hogy lehet leszokni? Szóval, én látom a vágányt, ott van bent, ott még látszik a dzsindzsába. Hát igen, azért ez nem ma volt használva, nézzétek csak. Igen, hát itt már teljesen kint vagyunk a semmibe. Viszont úgymond a relatíve úthátjárónál már semmi. Semmi. Tehát itt sincs. Valószínűleg ellepte a föld, nem hiszem, hogy felszedték. De nézzétek meg, hogy itt sincs semmi. Jó, van kamerával őrző. Én is őrzöm kamerával a területet jelenleg. Aha, itt van az. Itt van az, csak be van ám dzsindzsásodva. Itt van a vágány. Ott van. És ott a telep, aminek a másik oldalán jártunk az imént, vagyis hát nem olyan nagyon régen. Közben a cocák, közben ott egy coca kiszabadult, jelzem a tulajnak. Több coca kiszabadult, jelzem a tulajnak. Méghozzá picikék. De nagy fazonok vagytok, szevasztok. Jó minden? Magyarország előre megy? Az a lényeg, szevasztok. Kis cocák. No, Pilis állomás újra, jön valami vonat, de mi jöhet? Na várjatok, itt a jelzők vörösek, tehát akkor onnan fog jönni. 14 óra van, mi jön a zóna előtt? A Szegedi. Nem. De. Várjatok, hogy van? 50-re érkezik, nem. Annak most kellett megérkezni, nem, ez a Nyíregyházi, ez a Köricé. Köricé vagy Nyíregyházi, azt nem tudom, melyik óra van most. És most még abból sem tudom kideríteni, hogy melyiken van bisztró, mert régen csak a Köricén volt, de most már mind a kettőn van, szóval passz. Na, hát srácok, legyetek jók! Szerintem egy tök jó kis iparvágánybejárás volt, még cocákkal is találkoztunk. Vigyázzatok magatokra, küldjetek nekem rengeteg-rengeteg pénzt, mert az nekem jó, és nektek annyira nem. De hát ha nekem jó, akkor nektek is jó, tudjátok. Van az a vicc. Hogy is van az a vicc? Mikor mondja, ágyba szeretkeznek a 40 éve együtt lévő pár, és mondja, hogy mama, neked jó? Nekem jó. Neked jó. Nem tudom olyan jól előadni, mint a Jáksó régen a Heti Hetesbe. Szevasztok!